Itt a délutáni blogban két panelbeszélgetéssel készültünk. Ugye a konferencia témája, a címe az a civil önkormányzati együttműködés a társadalmi részvételért, és a két panelbeszélgetés az egyfelől a civil, másfelől az önkormányzati szempontokat hivatott megjeleníteni. A beszélgetés részvevői Lé Marietta, a járókelő alapítója, Sei Mátyás, úgy mutatlak be, hogy terület és vidékfejlesztési szakértő, és akkor megbeszélünk róla, hogy ez pontosan mit akar, és Lohács Cili, aki pedig geográfus, pedagógus és a város és folyó, azaz a bajó képviseletében van itt velünk. Én úgy látom, és amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon izgalmasnak találtam a ti életútjaitokat is, és azt látom, hogy ti aktív állampolgárok vagytok, akik nagyon sokféle érdeklődéssel, háttérrel, tapasztalattal rendelkeztek. Az első kérdésem az lenne, hogy kicsit mutatkozzatok be, hogy mivel foglalkoztok, és az van a kérdésem, hogy honnan van a bizalmatok a társadalmi részvétel iránt. Én egy kiskoromban nagyon szerettem a térképeket, meg az üvegházhatás 6 évesen megérintett, hogy ez milyen borzasztó. És én azóta foglalkozom ilyen környezetvédelmi dolgokkal, és tulajdonképpen a társadalmi bevonás, ezt a szót egyébként én nagyon nem szeretem, a bevonó csokitorta, azt szokott mindig megjelni a szemem előtt, amikor bevonás van, mert hogy emberekről beszélünk, akikkel csinálunk valamit, és ugye egy ilyen nagyon idegenítő szó ez a bevonás, de hogy én tökre szeretném, vagy szerettem volna, hogy otthon egy szobában ülve meg lehessen oldani a dolgokat, de hogy ezt nem lehet. És hogy meg én természettudományi karon tanultam, ahol mindenki sokkal jobban szerette a füveket, meg az állatokat, mint a diákokat, meg az embereket. És hogy ott is ez eléggé dühített amúgy, hogy próbáljuk megoldani ezt a problémát, de hogy mégiscsak emberekkel foglalkozunk. Egyébként a pedagógusok se szerették a gyerekeket, szóval így ez volt így az élményem, hogy így ez a környezeti probléma, meg az emberek közötti kapcsolat, az valahogy így nagyon el van csúszva. És amikor 2010-ben megalapítottuk a Város és Folyó Egyesületet, akkor ez például egy alap, nekem egy ilyen alap misszióm volt, hogy így az emberek érzelmeivel foglalkozunk, hogy ők hogy kötődnek a városhoz, és hogy meg hogy ezt a bevonás szót ne használjuk például, mert hogy arra kell építeni, hogy ők hogy használják a várost, mi hogy használjuk a várost, és hogy milyen a kapcsolatunk a környezettel is, meg a várossal is. És hogy szerintem, hogyha bármi változást el akarunk érni egy ilyen nagyobb rendszerbe, akkor hát a természettudósoknak is be kell ismerni, hogy az embereken keresztül vezet oda az út, úgyhogy én ezért vagyok ebben a dologban. Sziasztok, én Lé Marietta vagyok, a járókelő.hu-nak az alapítója. A járókelő.hu egy olyan oldal, ahol mindenféle közterületi problémákat lehet jelezni az önkormányzatok felé, úgyhogy ebben a minőségemben is vagyok itt, mert mi napi szinten százasával beszélgetünk az önkormányzatokkal különböző ügyekről, úgyhogy ebben már elég nagy tapasztalatom van. Személyesen itt megragadott, ahogy mondtad, hogy azt gondoltad, hogy a szobából nem lehet semmit csinálni. Én meg azt gondoltam, hogy lehet, és azért indítottam el, meg ezért hiszek nagyon abban, hogy lehet digitális eszközökkel is segíteni azt, hogy az emberek tudatosabbak legyenek, részt vegyenek több mindenben. Nem azt gondolom, hogy ki kell cserélni az embereket, se nem azt gondolom, hogy nem kell kijönni a szobából, de hogy vannak olyan eszközök, amik segítenek abban, hogy minél több emberhez érjünk el. Van egy csomó más projekt, amiben mindenféle ilyen digitális eszközöknek a részvételek segítését, támogatását próbálom én is csinálni önkormányzati projekteken, úgyhogy én azért hiszek abban, hogy ha jól használjuk a technológiát, akkor ez ennek lehet jó eredménye. Én Sai Mátyás vagyok. Nekem az alapvégzettségem tájépítész, és most ez egy csúnya általánosítás lesz, de legalább pozitív, hogy valahogy a tájépítészek általában nagyon nyitottak a közösségi tervezésre.
illetve az emberekkel, való együttműködésen. Nem tudom igazából, hogy miért van ez. Hát a tájépítés szakma az egy ilyen nagyon integratív, interdisziplináris, ahogy mondták nekünk, tehát hogy nagyon sokféle szempontot, ugye a tájban nagyon sokféle szempont, és az ember, mint szempont, az egy nagyon erős tényező a tájban. Tehát lehet, hogy ez az egyik magyarázat, és hát utána a diploma után elkerültem a Vátiba, az idősebbeknek biztos ismerősen cseng ez a Városépítési Tudományos Intézet, amiből aztán a Lechner Központ lett, ahol azóta is dolgozom. És hát ugye a Váti az tényleg egy szellemi műhely volt régen, ugye Konrád Györgytől Hankis Eleméren keresztül azért ott megfordultak szociológusok és tényleg társadalmi változásokért kiálló emberek. Tehát valahogy a Vátiban ez az érzékenység biztos, hogy ott volt. És az első nagyobb munkánk, amiben hát teljesen öntudatlanul, így naívan pályakezdőként belekerültem, az a vidékfejlesztési programok, kistérségi programok készítése volt. És ott számunkra egy nagyon izgalmas felismerés, de mondom, ez inkább ilyen öntudatlan felismerés volt, hogy elkészült valami 160 program az országra, és olyan tök egyformák, és valahogy ugye a lényeg hiányzik belőlük. És akkor nem tudtam volna ilyen szépen megfogalmazni, de most már tudom, hogy az emberi tényező hiányzott belőle, a helyi tudás hiányzott belőle. És aztán egy holland-magyar együttműködési programban tanultunk konkrétan a közösségi tervezésről, és hát akkor a szikra kigyúlt a fejünkben, hogy hát innentől kezdve ér valamit egy terv. Tehát egy terv, egy program annyit ér, amennyit beszélgetünk róla, és amennyit bele tudunk tenni, mint helyi tudás. Most így röviden. Köszönöm. A következő kérdésem az egy durva általánosítás lesz, és erre szeretném, hogyha reagálnátok. Ugyanis nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy a magyarok azok passzívak, és nehéz őket bevonni a közügyekbe. Illetve ennek az érvelésnek egy puhított változata az az, hogy csak néhány probléma mentén szervezhetők meg, de más kérdésekben meg nem. Akár lehet egy ilyen témakör a városmegújítás is, mert mondjuk sok civil szervezet szerintem irigykedve gondol arra, hogy mekkora cél, vagy mekkora eredmény az, hogyha a szervezet munkája eredményeképpen lezárják a szabadságidat például, tehát hogy ilyen viszonylag kézzelfogható és nagy eredményeket azért ilyeneket is láthatunk, de mások csak elmondnak erről. Ti mit gondoltok arról, hogy tényleg passzívak a magyarok? Vannak-e olyan témakörök, amik megmozgatják őket? És kicsit az első kérdésre visszakanyarodva, mi volt nektek egy olyan emlékezetes pillanat, amikor azt éreztétek, hogy itt tényleg megmozdul a társadalom, és közösen csinálnak valamit? Mindenki rámutog. Hát mi sokat dolgozunk önkormányzatokkal, ugye mi egy minisztériumi háttérintézmény vagyunk, tehát elsősorban ilyen döntés előkészítés, ilyen országos léptékű dolgokkal foglalkozunk, beleértve az Urbact programot például, ami egy nagyon progresszív Európai Uniós program. De mindegy, nagyon sokat vagyunk kapcsolatban önkormányzatokkal, és hát heti szinten halljuk, hogy oké, de hát a lakosság az passzív. Tehát ez egy ilyen alap, mintha ez egy ilyen örök igazság lenne. És hát most már nagyon tisztán látom, hogy a passzivitás az mindig egy elhibázott módszert annak az eredménye. Tehát ha elkezdünk leásni, hogy hogyan próbáltátok megszólítani az embereket, kiplakátoltuk. Tehát hogy belemegyünk a részletekbe, akkor rögtön látszik, hogy miért passzívak az emberek. És ugye van ez a lakossági fórum elnevezésű rémálom műfaj, ami ugye megy az országban mindenhol, ami eleve egy vesztes szituációból épül föl, nulla módszertannal, tehát egy ilyen minden szempontból szörnyen vesztes dolog, és ez az, ami mindenkinek eszébe jut a bevonásról, vagy a részvételről a lakossági fórum. Tehát egyáltalán nem gondolom azt, hogy bárki is passzív lenne ebben az országban. Abban a pillanatban, hogy egy értelmes kérdést fölteszünk, amire van saját élménye, saját szükségletével valamilyen szinten harmonizál, vagy rezeg, abban a pillanatban mindenkinek csillog a szeme, és mondja azt, amit mondani tud. Ha hülye kérdést teszünk föl, akkor abból hülye válasz lesz, és semmi nem jön ki belőle, ami sikerélményt adna. Tehát a passzív lakosság az egy sikerélmény nélküli lakosság, aki soha nem volt megfelelő módon megszólítva. Nekünk nem volt olyan élményünk, hogy passzív a lakosság. Márhogy azért, mert hogyha csináltunk egy programot, azon megjelentek emberek, és csináltak valamit. És
És hogy a Vajópart, ami a Lánchíd mellett volt egy terünk, az ilyen 4-5 évvel ezelőtt, azt egyrészt ilyen közösségi tervezésben alakítottuk ki, amin 15-20 ember részt vett és tervezett, és az alapján alakult ki. És hogy eleve ezt a teret is úgy csináltuk meg, hogy közben alakítható legyen, pont erre az egész jelenségre, hogy azt állítjuk magunkról, meg azt állítjuk egymásról, hogy passzívak vagyunk, hogy tehát, hogy legyen egy nagyon fizikai tapasztalat arra, hogy át lehet alakítani tereket. Mert erről mondjuk nincs tapasztalatunk, hogy egy köztér az elmozdítható, vagy másmilyen, mint amilyen a fejünkben van. És hogy ezt kicsit ilyen háttérben, ilyen oktatási céllal is csináltuk, hogy legyen fizikai élmény arról, hogy ne jöjjön oda megkérdezni tőlem, hogy arrébb teheti a padot, hanem hogyha arrébb szeretné tenni, akkor tegye arrébb. Mert azért nekem volt korábban olyan tapasztalatom, hogy létezik ez a passzivitás, tehát hogy a megszületett ötlet az nem, tehát hogy azt nem csinálja meg valaki. Én belga meg magyar gyerekeket táboroztattam, és akkor a belga gyerek odajött, hogy akkor nem tudom én, focizni fogunk délután, jó, elmentünk, oké. És akkor odajött a magyar gyerek, hogy mit fogunk csinálni délután, és hogy mondtam, hogy mit szeretnél csinálni. És akkor mondta, hogy ezt meg ezt, ahhoz minden mi kell, és akkor így, tehát hogy itt így több lépesen guide-olni kellett, hogy végül is megcsinálja ugyanazt, meg kimenjenek együtt focizni. Tehát hogy ezért szerintem létezik ez a jelenség, hogy nehezebb megtenni a cselekvést, de nem lehetetlen. Nagyon sok minden eszembe jutott az alapján, amit mondtatok, úgyhogy remélem, hogy mindre vissza tudok emlékezni. Azzal kapcsolatban, hogy éreztem-e valaha, hogy így megindulnak a járókelő miatt az emberek, ezt a kérdést például minden egyes sajtóinterjúnál megkapom, hogy melyik volt a legnagyobb ügy. Most a járókelő, mi hétköznapi ügyekkel foglalkozunk, nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan újítsuk föl a blahalújzateret, hanem azzal, hogy a meglévő blahalújzatéren legalább legyen élhető valami, amíg lesz egy nagyobb beruházás, és akkor mondjuk sikerül remélhetőleg jól megcsinálni valamit. Most ez egy rossz példa volt, de hogy alapvetően azzal foglalkozunk, hogy hétköznapi sikerélményeket okozunk az embereknek azzal kapcsolatban, hogy van beleszólásuk abba, hogy hogyan néz ki körülöttük a város. Csináltunk egy fókuszcsoportos interjút a nagyon aktív felhasználókkal, és ott mondta valaki, hogy neki egyenesen addiktív volt az, hogy nem csak visszaválaszolt az önkormányzat, hanem meg is csinálták. Na most szerintem ez egy borzasztó szomorú dolog azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk akár arról, hogy hogyan működik az önkormányzati rendszer, vagy mit csinálnak meg, hogy én ki vagyok, mint állampolgár, és hogy nekem fognak egyetlen válaszolni. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sok kérdést vett föl így mind sorban. De hogy azt gondolom, hogy ezek az emberek egyébként, amikor így odajöttek hozzánk és elmesélték az ő járókelő sztoriukat, mind azt mondták, hogy jaj, hát ott volt az a szemetes az utcámban, vagy kivágtak egy fát és elfelejtettek helyett a másikat ültetni, és gondoltam, hogy jó, hát megpróbálom, de úgyse fognak semmit mondani, és aztán meg amikor megpróbáltam, akkor meg valaki válaszolt, és 3 hónap múlva meg tényleg elültették a fát, és hogy ez tényleg lehetséges. És ezt az élményt szeretnénk megadni az embereknek, és én azt gondolom, hogy az, hogy most például van egy tök nagy önkéntes csapatunk, akik minden nap azzal foglalkoznak, hogy ezt az élményt így megteremthessék másoknak is a városban. Azt mutatja, hogy mások is hisznek abban, hogy tök fontos, hogy beleszólunk ezekbe a dolgokba, hogy meghallgassanak, és azt látom egyébként, a My Society-nek van egy kutatása erről a Fix My Street nevű oldalról, amit ők üzemeltetnek, ami nagyon hasonló, mint a járókelő. És abban a kutatásban például az volt, hogy ha az embernek az első ügye megoldódik, akkor 50-valahány százalékkal nagyobb eséllyel fog bejelenteni újabb ügyet az önkormányzat felé. Nyilván lehet, igazából szerintem ez azt üzeni például, hogy ha válaszol az önkormányzat, szívesebben kommunikálnak az emberek is. És egy csomószor, mondjuk mi az önkormányzatoktól, vagy akár a civilektől azt halljuk, hogy ja, mert az emberek nem érdekli, ezek mind a skála különböző módjain szokták ezt kommunikálni felénk, de valójában érdekli őket, és valójában még jobban érdekli őket, ha látják, hogy amit,
amit mondanak, az így meghallgattatásra talál, sőt bele lehet szólni valamibe. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a mi oldalunkon, vagy a mi nézetünkben azok a legjobb önkormányzatok, akik így tényleg válaszolnak, és érdemi választ adnak a lakosságnak, mert hogy is mondjam, az is nagyon hiányzik, hogy lássuk, hogy hogy működnek a dolgok a másik oldalon, hogy egy nyomorult szemetest kihelyezni, és tényleg néha 3 hónap, mert pont elfogyott, közbeszerzést kell kiírni, blablabla, bla, bla, vagy vannak szakmai dolgok, tehát nekünk például az a nézetünk, hogyha bejön egy ügy a járókelőn, akkor nem teszünk különbséget kis és nagy dolog között, mert azt várjuk, hogy a másik oldalon egy szakember döntse el, és azt kommunikálja a lakosság felé, és akkor ebből elindulhat egy párbeszéd, ami elég sokszor el is indul. Köszönöm. A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy, hogy amikor ti a részvételiségről gondolkodtok, akkor van-e olyan stratégia, megközelítés, gondolkodásmód a fejetekben, ami a különbözőit is az elején is hallottuk, hogy, van, hogy akár a részvétel interneten, közvetlenül, stb. Ebben lévő felfogásmódbeli különbségekben nektek irányt mutat. Tehát van-e olyan szöveg, van-e olyan álszpoétikátok, ami ezekben a kérdésekben, hogyha elbizonytalanodtok, hogy hogyan oldjátok meg, akkor eligazodást kínál. Mi sajnos egy elég intuitív szervezet vagyunk, vagy ez jó is. Mi egymással szoktunk így, akkor akár érzelmi hullámokat verő beszélgetésbe esni, hogyha mondjuk ilyen részvételen, ez egy tök nehéz dolog, tehát hogy tök sokszor van, hogy tudjuk, hogy milyen részvétel korlát, minél több ember van, annál bonyolultabb válik egy kérdés, tehát hogy ez között így állandóan szerintem legalábbis mi ingázunk, tehát hogy van, amikor gyengeségé válik az, hogy mondjuk nagyon sok ember beleszól egy dologba, de viszont egy ponton meg mindig ki kell nyitni, szóval szerintem ez egy ilyen hullámzás, hogy mikor mennyien vesznek részt egy adott kérdésben. Például csak mondok egy példát, mert nem annyira tudok így elméleti kereteket hozni, de hogy mondjuk a Szabadsághídon az emberek csinálják a programot. De hogy mellé tettünk egy koordinációs csapatot, aki koordinálja azt, hogy ne egyszerre legyen 6 jóga csoport, meg 4 dobos. És hogy ugye ez egy nagyon izgalmas, de hogy nem szabad rátelepedni. Tehát, hogy nem lehet az, hogy viszont mi átveszünk azt a szerepet, hogy mi mondjuk meg, hogy mi legyen ott, és mikor legyen. És hogy ez azért így egy nagyon gyenge jég. Mert hogy néha viszont muszáj határt húzni, hogy mondjuk 40 ezer interesztedes esemény nem lehet, és persze valaki szeretné megcsinálni, és hogy nem nagyon van hivatkozási alapunk, hogy mondjuk mire hivatkozva nem, mert hogy ez egy köztér, és hú de jó, hogy valaki ilyen nagy eseményt szervez. Másrésztről pedig szeretnénk azt, hogy minél több ember hozzon a programot, és akkor itt lavírozni kell, és ezt a rossz szót kell használnom, de hogy ilyen esetekben lavírozni kell. Köszönöm. Ezt olvastam is valahol, hogy várostervezés, részvételi várostervezésben valahogy ez a filozófiai háttér, hogy a spontán folyamatoknak adni teret, hogy így lehetett is? Így. Is, meg nem is. Hát tehát a város megújítás, vagy a városfejlesztés kérdésében biztos, hogy iszonyat szól. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon progresszív szemlélet, hogy ahogy elhangzott, hogy a polgármester legyen facilitátor. Tehát ez egy fantasztikus gondolat. A polgármester legyen nyitott arra, hogy legyen. Ó, bocsánat, ez nagyon nem érzékeny ez a mikrofon. Tehát a polgármester legyen facilitátor, és legyen nagyon érzékeny arra, hogy mi történik az ő városában. És hogyha negatív folyamatokat lát, akkor nyilván abban is be tud segítő szándékkal avatkozni, de ha pozitív folyamatokat lát, akkor nincs más dolga, mint azokat segíteni, támogatni valamilyen nyilván okos módon. Tehát nem feltétlen sok milliót kell rájuk ömleszteni azonnal, de hogy támogatnia kell. Tehát igen, a spontán
folyamatok nagyon fontosak. Még az előző kérdésre visszatérhetek, nekem valahogy a cégnél én kattantam rá a legjobban a részvételi vagy közösségi tervezésre, mert viszonylag sokat foglalkoztam ennek az elméleti meg mindenféle hátterével, és hát lett néhány fixa ideám. Az egyik az biztos, hogy az, hogy nagyon őszinte helyzetet kell a legelején teremteni. És ugye mi egy kormányzati cégnél dolgozunk, nem vagyunk teljesen szabadok, van, amikor odaraknak minket egy olyan folyamatba moderálni, vagy facilitálni, vagy egyáltalán tervezőként, amivel mi magunk sem tudunk 100%-ig egyetérteni, vagy látjuk a hiányosságait, vagy nehézségeit. És én tudom, hogy csak úgy tudom túlélni ezt a dolgot, hogyha a legelején teljesen őszintén megmondom, hogy itt van most ez a szituáció, sokkal kevesebb az idő, mint kellene, vagy ilyen és ilyen szűk keresztmetszetek, vagy nem egészen optimális helyzetek vannak, de próbáljuk meg kihozni azt, amit ki lehet belőle hozni, és esetleg kezdjünk arról beszélgetni, hogy mit lehet ebből a nem egészen nyertes helyzetből kihozni. De hogy semmiképp nem játszhatja el az ember azt, hogy most megváltjuk a világot, miközben tudom, hogy nem, mert ők is tudják, tehát nem lehet hazudni. Tehát hogy ez az egyik fixa ideám, hogy egy nagyon őszinte helyzetet kell teremteni, és hogyha 20 alkalom alatt tudnánk eljutni valahova, de csak 3 alkalomban, akkor döntsük el, hogy ez alatt a 3 alkalom alatt milyen értelmes dolgot tudunk együtt csinálni. Akkor a másik, hogy én nagyon már lehet, hogy szinte ilyen kényszeresen hiszek a részvételi technikákban, tehát az ötletbörze, meg mindenféle módszerben, és néha magam is tükör elé állok, és megkérdezem magamtól, hogy ez jó-e, hogy balról jobbra mindenki mondjon egyet, de nekem ez egy nagyon nagy biztonságot ad, és általában működik. Tehát ugye az a lakossági fórumos, bekiabálós, a dominánsak sokat beszélnek, a szégyenlősök nem mernek megnyilatkozni, ez nagyon bennünk van, ez a rossz élmény, és erre egy nagyon jó feloldás az, hogy mindenki mondjon egyet, pozitívat, és persze rögtön fölírom, mert nem csak erre pül a szó, és olyan, mintha nem is mondtam volna, hanem gyűlik a táblára a sok ötlet, a sok javaslat. Nagyon fontos az, hogy pozitív dologgal kezdjünk, hogy mi az, amit szeretünk a településen. És utána rátérünk arra, hogy mi az, amit szeretnénk máshogy látni, ami lényegében a problémákról szól. De hogy legyen egy egymásra hangolódás, hogy mindegy milyen pártól jöttünk, mindegy milyen státuszú, vagy anyagi, vagy bármilyen háttérrel rendelkezünk, végül is kiderül, hogy ugyanazt szeretjük a településen. Tehát nagyon jó egy ilyen összetartó, összehangolódó kezdés. És amit már egy fél szóval talán említettem, a kérdés, tehát hogy iszonyatosan fontos, hogy mit akarok ma megkérdezni az emberektől, mert nagyon sok minden múlik a kérdésen, de ebben most nem megyek bele részletébe, de szerintem többé-kevésbé érthető. Próbálom értelmezni az eredeti kérdést. Nekem is talán az a legadekvátabb válaszom arra, hogy mi történik, hogyha kicsit kétségbe esünk, akkor mit olvasunk el újra, és az általában a saját szervezeti stratégiánk szokott lenni. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor, amikor önkormányzatokkal beszélgetünk, akkor például nincs egy stratégia vagy egy misszió, ami alapján az az önkormányzati munkatárs, akivel én beszélek, azt mondja, hogy én ezért és ezért csinálok valamit, mert az én önkormányzatomban, legyen az a polgármester, vagy a nem tudom kicsoda, az a fontos nekünk az elkövetkező 5 évben, hogy legyen, nem tudom, klímabiztosabb a városi környezet. Ilyen nincs. Tehát így nagyon nehéz például arról beszélgetni, hogy hogyan kössünk kompromisszumokat, és a lakosság, tehát most nyilván azt mondom, amit én látok, a lakosság fejében sincs ilyen, nincsenek a járókelőn olyan ügyek, amik kifejezetten dominánsabbak, tehát nyilván vannak olyan ügyek, amikre a lakosság általában felfigyel, sok a szemét, van illegális szemétlerakás. Ez nem egy ilyen, nem egy olyan ügy, amit azért jelentenek be az emberek, mert hogy kifejezetten van valami politikai céljuk vele, szeretnék, ha szebb lenne a környezetük, de hogy nincsen egy ilyen távlati cél, amit most beleképzelnek abba, hogy és akkor mi történik, hogyha mindenhonnan összeszedtük a szemetet, akkor azt fogjuk elérni, hogy egyébként azért nem lesz ott szemét, mert már mindent újra hasznosítunk. Tehát, hogy ezek a gondolatok nálunk például nem csapódnak így le. Mi próbálunk abba az irányba elmenni, amit Londonban is használnak, hogy vannak ezek az egészséges utcák nevű koncepciók, aminek a magyar fordítását mi jelentettük meg. Most maga az egészséges utcák koncepció az egy olyan jellemző és ötlet és kérdéslista, amit londoni önkormányzatok megkaptak stratégiaként, és az nem arról szól, hogy pontosan milyen fekvőrendőrt kell lehelyezni ahhoz, hogy csökkentsük a sebességet, hanem hogy nagyjából hogyan képzeljük el az utcáinkat a következő időszakban ahhoz, hogy ez megfeleljen az emberek elvárásainak, és ahhoz, hogy minél inkább fenntartható
közlekedési módokat és fenntartható városfejlesztést népszerűsítsünk a városunkban. Szerintem az nagyon fontos lenne, ha egyrészt a lakosság fejében is facilitálnánk, hogy formálódjanak ilyen jövőképek, másrészt az önkormányzatoknál is megjelennének ezek, és ezt azért is mondom, mert látom, hogy nagyon nehéz nem városüzemeltetési igazgatóként, hanem ügyintézőként napi szinten a lakosságtól érkező ügyekkel megfelelően bánni, és jelenleg a legtöbb önkormányzatban, amit én látok, ezek az ügyek csak így ömlenek az ügyintézőkre, és nincsen az, hogy hát azt szeretné az egyik autós, hogy nem tudom, legyen még egy parkolóhely az utcában, egy másik szomszéd meg azt szeretné, hogy legyen egy fa, és hogyan priorizálunk. És ez a priorizálás egyébként nem is transzparens a lakosság számára, mi ezt próbáljuk promotálni, hogy legalább írják le, hogy nem volt rá pénz, vagy most nem tudjuk megvenni, vagy nincsen elég ember. Sajnos egyébként ez is előjön, már a járókelős válaszlevelekben is, hogy nagyon sok helyen az önkormányzatokban már nincsen elég ember, hogy foglalkozzon ezekkel a lakossági ügyekkel. Tehát azt is meg kell néznünk, hogy milyen másféle krízis helyzetek kezdenek kialakulni abban a városban, amiben élünk, és ezekre hogyan tudunk reagálni, és erről szerintem érdemes beszélgetni, és hozzánk ez például, hát igen, a lakosságtól. Köszönöm, egy pillanatra erre visszakanyarodnék, és ez tök jó, ahogy mondod, hogy mi is egy csomót gondolkodunk az, hogy bizonyos helyzetekben, akár önkormányzatokkal való együttműködésben ott milyen nehézségek vannak, és arra, hogy tudunk jó megoldást találni, hogy a saját civil céljainkat megtartva tudjunk konstruktív megoldásokat találni. Azt szeretném csak egy mondat megkérdezni tőletek, hogy akkor nektek mi a missziótok, és hogy azt így, hogy elmondanátok nekem, hogy mi a szervezeti missziótok, és hogy ezt hogyan kell értenünk. Az, hogy a budapesti Dunapart az jobb legyen a gyalogosok és az itt lakók számára, mint amilyen most. Van egy a rakpart pályázatban készítettünk egy víziót a pesti oldalra, egy tervet, ami nem nyert. Úgyhogy az már nézhető a honlapunkon, hogy szerintünk például azt a szakaszt, hogy lehetne átalakítani. Egyébként pedig maga az a vizuális víziónk, hogy nyilván sokkal több rekreációs és szabadidős terület legyen a Dunapartokon, mint jelenleg. A mi missziónk az, hogy a lakosságot összekössük a közpénzből gazdálkodó szervezetekkel, és erre digitális eszközök révén biztosítsunk segítséget, illetve ilyen folyamatokat támogassunk. És akkor ezen belül vannak ilyen alapvetéseink, mint hogy nem teszünk különbséget kis és nagy ügy között, mert mi ezt a kommunikációt facilitáljuk, és azért dolgozunk minden nap, hogy az emberek kapjanak válaszokat a kérdéseikre, meg javaslataikra. Hát most egy ilyen 400 fős cégnél, vagy már nem tudom hány száz fős vagyunk, inkább azt mondanám, hogy az én misszióm az, hogy minél több településen, minél több ügyben érezzenek át sikerélményt az emberek az együtt gondolkodásban, vagy az együtt tervezésben, mert sokat gondolkoztunk azon, hogy lehetne erősíteni ezt a vonalat Magyarországon, és semmi másra nem jutottunk, mint nagyjából a sikerélményre, mert kötelezővé tenni nem lehet, mert akkor az lesz az első gondolat, hogy hogyan kerüljem ki. Ha fizetünk érte, akkor az nyilván mindenki elfogadja, de nem biztos, hogy attól sokkal többen fognak közösségi tervezni, tehát meg kell tapasztalnunk a bőrünkön, hogy ez egy jó dolog, és ez örömet ad, és jól érezzük magunkat, és sikerélmény, és jobb döntések születnek. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha ebben minél többen részesülnének. Az utolsó kérdéskör, amit szeretnék veletek megbeszélni, az a civil önkormányzati együttműködés témájára kanyarodik vissza. Hogy látjátok, hogy mit tudnak hozzáadni egy településnek a működéséhez a civilek, az önkormányzatok, ahhoz képest, a szakértő cégekhez képest, a különböző tanácsadókhoz, kutatókhoz képest, tehát mi lehet az, amiben a civilek együttműködést tudnak kínálni egy önkormányzatnak, ami egy értékes erőforrás. Én akkor először ennyi. Hát szerintem az, hogy néha a civilek bevállalnak olyan ügyeket, amit amúgy nem kezdődne el. Tehát, hogy nagyon sokszor ilyen úttörő jelleggel foglalkoznak egy-egy témával, meg bevállalnak olyan módszert is, ami
akár lehet, hogy nem működhet egy céges vagy egy hivatali keretben, és hogy szerintem ennek így egyre nagyobb jelentősége van most Magyarországon, hogy akár figyelemfelhívás szempontjából, akár egy-egy ügynek a kommunikációjából, hogy kicsit olyan módszerekkel és eszközökkel, ami lehet, hogy nem menne át. Szerintem ez a fajta együttműködés leginkább azért hasznos az önkormányzatok számára, mert a civil szervezetek, amennyire én látom, rugalmasabbak, gyorsabban tudnak reagálni. Ez az önkormányzatoknál a reakcióidő az elég extrém. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy az intézkedés mennyi időt vesz igénybe. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagy előny, illetve ilyen szempontból én nagyon sokszor azt érzem, hogy mikor bemegyek egy önkormányzathoz egy megbeszélésre, és megkérdezem, hogy és önök egyébként mit szeretnének, mit hiányolnak a mi honlapunkról, ami megkönnyíthetné a munkájukat, akkor úgy néznek rám, mintha egy angyal lennék, hogy megkérdeztem tőlük, hogy nekik mi a vágyuk. Tehát közben meg az is van, hogy van egy olyan szektor, amiben baromira azokra a szintekre, megint amiket én látok, nem érkezik innováció. Olyan számítógépeken, olyan munkaidőt növelő várakozásokkal kell szembenézni, és akkor még ezer dolog, tehát hogy amikor elmondja nekem egy egyébként magát zöldnek tituláló önkormányzat, hogy ők azért nem tudnak nem szkennelt e-mailt írni nekünk, mert amúgy az elektronikus aláíráshoz is ki kell nyomtatniuk egy papírt. Na most szerintem innentől nagyon nehéz, tehát hogy én tökre érzem, hogy nagyon sok ilyen szolgáltatás folyamatfejlesztésre lenne lehetőség az önkormányzatoknál, még a meglévő kereteken belül is, tehát nem azt mondtam, hogy mindent innováljunk, hanem hogyha csak átnéznénk azt, hogy hogyan lehet jobban csinálni, amit csinálnak, akkor már lehetne fejleszteni, és szerintem a civilek ezzel jönnek be, vagy legalábbis mi ezzel jöttünk be az önkormányzatok életébe, hogy na hát ez nem akkora ilyen bürokratikus fájdalom, sőt még így színes szagos is lehet lenni, lehet fotózni, lehet smiley-kat küldeni. Pár hete kaptunk egy smiley-t egy Budapest közutas levélben, úgyhogy lehet szerintem változást bevinni az önkormányzatok életébe. Nekem így nagyon sok dolog eszembe jutott, hirtelen nehéz is eldönteni, hogy melyiket emeljem ki. Amikor az ember idézetet keres az interneten egy PPT-hez, akkor nagyon frappáns dolgokat lehet találni. Az egyik ilyen frappáns, amit találtam, Einsteinnek van tulajdonítva, aki állítólag azt mondta, hogy a ma problémáit nem tudjuk megoldani azzal a gondolkodással, amivel létrehoztuk őket. Tehát biztos, hogy ha változást akarunk előidézni az életünkben, akkor el kell tudnunk kezdeni másképpen gondolkodni. És hát mondjuk egy városi vagy egy települési szinten a másként gondolkodás az azt jelenti, hogy más körben kezdünk el gondolkodni, együtt kezdünk el gondolkodni kvázi. Tehát ez biztos, hogy egy iszonyatosan fontos dolog, hogy jobban megismerjük, és több perspektívából, többféle módon tudjuk megközelíteni a dolgokat, ezt akár innovációnak is nevezhetjük, hogyha ilyen lejárt kifejezést akarunk használni. De hát, és amit a civilek és az együttműködés még ebben az egészben be tud hozni, az, és lehet, hogy ezek ilyen túl nagy szavak, de az az öröm és az élet, és az, hogy részt veszünk a saját életünkbe, ugye ez, amit az angol olyan frappáns, az ownership-ként fogalmaz meg, tehát az, hogy a miénk, amit csinálunk. És ez lehet akár egy közösségi szociális szolgáltatás, vagy közösségi bármi, az azért közösségi, mert én is részt veszek benne, a teljes személyiségemmel beleteszem magam, és nem csak egy önkormányzati szabályt követek, tehát hogy ez a különbség a kettő között. De még egy csomó minden más is eszünkbe juthat akár. Az utolsó kérdésemet fogom feltenni, illetve egy dilemmámat fogom veletek megosztani, mint már a beszélgetésben is felmerült, hogy mondjuk amikor Marietta azt mondta, hogy ti a közpénzből gazdálkodó szervezetektől vártok el igazából dolgokat, de ugye közben meg azt is mondtad, hogy az empátia milyen fontos, és ugye ebben a helyes arányra vagy a határa lennék kíváncsi, hogy ti hogy gondolkodtok erről, tehát hogy hogyan lehet úgy empatikusnak lenni egy önkormányzattal, hogy közben állampolgárként, adófizetőként, az adott település polgáraként mégiscsak azért elvárjátok azt, hogy bizonyos nektek járó szolgáltatásokat vagy eljárásokat megkapjatok, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen hüvelyik új szabályatok? Én erre azt szoktam mondani, hogy
nem szoktunk azonnal páros lábbal beleszállni az önkormányzatokba, de ez részben egyébként azért is van, mert amit mi csinálunk, az nagyon erősen az együttműködésre alapszik. Tehát, hogyha nekem nem választ az önkormányzat, meg nem ülteti el azt a fát, stb., akkor amúgy nagyon nincs értelme annak, amit csinálunk, mert egy másféle aktivitásról lesz szó. Úgyhogy van már egy ilyen bejáratot utunk, hogy mi szokott történni azokkal az önkormányzatokkal, akik nem válaszolnak. Ennek a részleteiben most nem mennék bele, de nagyjából a végén van a pároslábas megoldás. Egy csomószor azt látom, hogy el lehet ilyen emberi, meg empatikus módon érni dolgokat. Nagyon sokáig tart az idő, temporalitás és az önkormányzatok az egy ilyen külön szakdolgozatot érdemelne szerintem, de hogy azt látom, hogy még azokban a dolgokban, ahol mi dolgozunk, ha nincs kifejezett politikai ellenérzés abban, hogy az állampolgárokkal legyen kommunikáció, akkor egyébként el lehet érni, hogy legyen kommunikáció. Hát most ezt arra mondom, hogy voltak olyan önkormányzatok, ahol tényleg kb. A polgármester mondta, hogy akkor járunk, önnek nem szabad válaszolni. Tehát akkor ez már egy olyan helyzet, ahol nyilván mi is a másféle eszközökhöz kell, hogy nyúljunk, és kevésbé tudunk empatikusak lenni, vagy hát nagyon próbálok én ennek a, nem tudom, királynője lenni a csapatban, mert nyilván nagyon sok önkéntesünk van, nagyon sok olyan csapattag van, akiket borzasztóan frusztrál az, hogy nem elég, hogy a panasztörvényben az van leírva, hogy 30 napja van az önkormányzatnak válaszolni, de hogy még nem is válaszol, és aztán nem történik vele semmi, tehát nincsen szankció, az egy ilyen, tényleg, amit mondasz, hogy állampolgárként tökre elvárhatnánk, hogy legalább annyit írjanak vissza, hogy na fa papucs. És ugye itt visszakanyarodunk arra, hogy utána mennyire addiktív lesz, hogyha mégis kapunk egy választ, és még valaki pozitívan is reagál. Én nem tudok sajnos üvegkúj szabályt mondani, talán azt, hogyha így rájövünk arra, hogy kifejezetten gonosz akar lenni valaki, akkor mi is befeszülünk. Én teljesen egyetértek ezzel, hogy nyilván nem páros lábbal kezdi az ember, és azt gondolom, hogy ha sikerül egy olyan dialógust vagy párbeszédet létrehozni bármilyen körben, ahol az élethelyzetekről és a szükségletekről van szó, tehát nem nézetekről, véleményekről, pártállásról, nem tudom, hanem a konkrét élethelyzetemről. Tehát ugye ez a szép a közösségi tervezésben, hogy összejönnek olyan emberek vagy lakossági csoportok, akiknek látszólag érdekellentéte lehet, mondjuk az egyik kutyasétáltatót akar, a másik padot, a harmadik nem tudom mit, és a polgármester vagy a döntéshozók félnek attól, hogy milyen konfliktus alakul ki ebből, de igazából mindenki elmondja az élethelyzetét, hogy nekem reggel 6-kor kell kelnem, és ha nem tudok aludni, mert a padon alattam buliznak éjszaka, akkor baj van. Ezt mindenki megérti. Tehát abban a pillanatban, hogy az élethelyzetünket tudjuk kommunikálni, egy ilyen megértő légkör alakul ki. Most ugye mi van akkor, hogyha nincs egy olyan fél, aki meghallgatná egyáltalán ezeket a dolgokat, tehát azért látunk erre sok példát. Ugye van három nagyon közeli, egymáshoz közel álló szakterület, az egyik a közösségi tervezés, a másik a közösségfejlesztés, és most egyre divatosabb a közösségszervezés, aminek... nagyon érdekes ez a mikrofon. Ugye a közösségszervezés az, ami azt a hiányt próbálja beadni a társadalom adott csoportjának, és ezek nagyon gyakran periférikus csoportok vagy szegények, akiknek nagyon alacsony az önérdekérvényesítő képessége. Tehát van még ez a jópofa kifejezés, a tanult tehetetlenség, tehát ők abban nőttek fel, hogy ők nem tehetnek magukért semmit. És ugye a közösség szervező az az ember, aki elkezd velük erről beszélgetni, tematizálja a problémákat, és ráébreszti őket arra, hogy igenis tehetnek érte valamit, lehet, hogy nem egyenként, hanem együtt, és akár némileg agresszív módszereket is be lehet vetni egy adott ügy érdekében, hogyha egyértelmű, hogy ebben nekünk igazuk van, tehát hogy erre is van válasz. Nekünk sincs ilyen konkrét szabályunk. Az egy kicsit, amit így követünk, az, hogy próbálunk úgy viselkedni, mint hogyha egy normális helyen lennénk, és hogy mi úgy tenni, mint hogyha a normál keretek között el lehetne élni dolgokat. Például ez a konkrét példa, hogy a vajó, ugye, tehát a római parti ügyek miatt eléggé össze van feszülve a fővárossal, viszont a Szabadság híves projektünk, az meg elvileg szereti az önkormányzat.
És hogy ez szerintünk egy normális helyzetben, ez teljesen rendben van, hogy két olyan ügyben veszünk részt, ami szerintünk ugye fontos a Dunaparton, és hogy az egyikről ezt gondoljuk, a másikról meg azt, és hogy az egyikben mondjuk megegyezik a véleményünk, a másikban pedig nem. És hogy mi próbálunk kicsit úgy viselkedni, mint hogyha, tehát hogy ezt nyomadni, hogy ez teljesen oké, hogy lehetnek nézeteltérések, de hogy azért maga a rendszer az ugye azért nyilván nem így működik. Tehát, hogy mondjuk ennek ellenére minket érnek hátrányok azért, mert mégiscsak a rómaival is foglalkozunk, és nem csak a szabadságidőt csináljuk. Úgyhogy ilyenkor mi egyedi szituációkban döntünk, hogy mennyire kell összekeverni egyrészt az ügyeket, meg mennyire menjünk bele, vagy álljunk bele, vagy konfrontálódjunk mondjuk egy másik ügyben is azért, mert álügyben konfrontációban vagyunk. Próbáljuk szétválasztani, de hát ez egy ilyen skizofrén kommunikáció nyilvánvalóan. Átadom a szót a közönségnek, és arra gondoltam, hogy gyűjtök két-három kérdést, és akkor arra együtt tudtok majd reagálni. Nagyon élvezem, ahogy ki gyakorlatilag a homokszemek, a polgárok és az intézmény között vagytok félúton, és agregáljátok a véleményeket, továbbítjátok el meg a maradt. Kérdés. Tételezzük fel, hogy egy olyan indítvány érkezik, egy olyan folyamat, ami polgári engedetlenségbet otthon. Mit kezdtek ezzel? Hogyha pacifikáljátok, akkor elássátok a népnek a egészséges immunitás, a szociális immunitását. Hogyha támogatjátok, akkor elássátok magatokat az intézményt, gyakorlatilag, hogy megint jönnek a problémák. Ha ezt megcsinálod fele-fele arányba 10-szer, 5-5-5-5, akkor elássátok magad mind a két irányba. Mit kezdtek ezekkel a helyzetekkel? Köszönöm, konkrét kérdés. Jönnek a választások, és azon kezdtem gondolkodni helyileg, hogy mi lenne, ha minden egyes polgármester jelöltől kapnék egy ígéretet, hogy amennyivel ő lesz polgármesternő, akkor a társadalmi részvételt megerősítják. Mi lenne ez a három dolog szerintem, mi kellene kapni tőlük, mint ígéret? Ha ő beteszi ezt az ő programjába, ez mi legyen? Az első kérdés az úgy hangzott, hogy honnan van bizalmatok a részvételi folyamatokban, és erre szerintem nem válaszoltatok, én ezt hadd kérdezzem meg akkor így itthon. Hogy honnan van bizalmunk a részvételi. Nekem az ígéreteknél az egyik az, hogy szerintem a részvételi folyamat, pont így a lakossági fórumból kilépve, az mindig ez a folyamat. Tehát, hogy azt megígéri, hogy ezt folyamatként kezeli, nem ilyen ad hoc, néha eszünkbe jut, és egy nap előtte kiposztolunk valamit. És hogy pont az is nagyon sokszor buktatója az ilyen részvételi eseményeknek, vagy folyamatoknak, hogy a folyamat nincs transzparensen kommunikálva. És hogy a lakók sem tudják, hogy miután mi fog történni, és szerintem, hogyha ezt mondjuk megígéri, hogy megtanulja, vagy tudja, hogy miért fontos az, hogy egy hosszabb folyamat átlátható legyen, és ezt végig viszi, nem változik meg közben a folyamat, hanem az megy végig, az szerintem nekem az egyik javaslatom ez lenne. És ugye itt ilyen fél egy években gondolkozunk, és akkor már kicsit jobban közelítünk is ahhoz, hogy ugye 4-5 éves ciklusokban nem így egyszer csak főrepel valami téma, és akkor ezzel foglalkozunk, és aztán utána eltűnik a sülesztőbe. És honnan van bizalmad? Ez a megondolkozás. Ez egy tök jó kérdés, még egy pár nap gondolkodási időt lehet, hogy kérnénk. De, hát igen, nekem erre a folyamatról jutott eszembe, hogy a részvételi intézmények kiépítése, hogy legyen az, ami nem feltétlenül nagyon formális, de hogy legyenek ilyen-olyan bizottságok, tanácsok,
nem tudom, tehát hogy ez hogy lehet ígéretként kihúzni, azt most így hirtelen nem látom, de hogy ez az intézményépítés, ez egy fontos dolog lehet a folyamat támogatása érdekében. De majd maradjunk kapcsolatban, és gondolkodom, megígérem. Hogy honnan van bizalmunk, hát ez ilyen, erre nem lehet válaszolni szerintem. Én állandóan szidom az embereket, hogy milyen hülyék, de valahogy a lelkeményen szeretem őket, és ez valószínűleg ez az oka a dolog. És igen, hát ez az ellenállás, mi próbáljuk ezt a facilitátori szerepet megfogalmazni és terjeszteni, és hát ugye az nagyon fontos, hogy a facilitátor nem így belepottyan egy találkozóba jó esetben, hanem van az egésznek egy folyamata, és ugye a facilitátornak az egyik kezdő legfontosabb feladata, hogy ezt a folyamatot helyre tegye, vagy olyanná formálja, amiből win-win helyzet jöhet ki. És hát szerintem van olyan feladat, amit nem vállal el az ember. Most éppen egy ilyen fura helyzetbe kerültünk, nem cégként, hanem magánemberként megkértek az egyik kerületben, most nem mondom ki, hogy melyikben, egy tök kicsi részvételi folyamat, egy park, szociális város rehabilitáció, lebontanak házakat, egy park épül a helyére, és a két találkozó lement, álmodoztunk a parkról, tök jól ment mindent, és a harmadik találkozóra az önkormányzat behozott egy nagyon konfliktusos témát, oda hívta a konfliktusban lévő feleket, és akkor hirtelen egy ilyen nagyon durva összecsapás közepén voltunk, és akkor ott ült mellett az önkormányzati hölgy, és így bögdösött, hogy csinálj valamit, és a végén azt mondta, hogy nem voltatok a helyzet magaslatán, meg mintha nem egy hajóban neveznénk, ezt mondta. És akkor milyen hajó? Nincs. Én nem tudtam arról, hogy itt hajók vannak, tehát mi azt szeretnénk, hogy mindenki boldog legyen ebben a folyamatban. Ez a szituáció, amiben ma belekeveredtünk, ebben én nem mennék bele facilitátorként, mert ez egy vesztes helyzet. Tehát ez egy egész más ügy, ezt máshogy kell megfogni. Tehát most ez lehet, hogy nem volt válasz a kérdésre, de hát, tehát ez az őszinteség. Megint ezt tudom mondani, hogy mindenki lássa azt, hogy mi ez a szituáció, és hogy ez hol vérzik, és hogyha a megbízó, mondjuk az önkormányzat, vagy bárki is legyen a megbízó, nem hajlandó őszintén szembenézni azzal, hogy ebben mi a jó, mi a nem jó, tehát hogyha egy ilyen tetetett részvétel van, vagy nem tudom, abban nem megy bele az ember szerintem. De nem tudom. Nehéz. Az első kérdésre én is talán azt tudnám mondani, hogy ez a lavírozás a bevett stratégiánk. Én szerintem egy kezemen meg tudom számolni azoknak a közpénzből gazdálkodó szervezeteknek a számát, amelyek képesek, hogy mondjam, felnőttesen, vagy úgy, mintha jól menne elviselni mondjuk az azzal járó transzparenciát, hogyha kiírnak valamit a járókelőben, az ott lesz. És azt be kell vállalni, hogy nekünk az a véleményünk, vagy most elrontottuk és véletlenül nem rendeltünk hárommal több kukát, amikor terveztük, hogy hány kukka kell az idén. Sajnos tökre az érződik, hogy igen, le tud csapódni a szervezeten egy olyan dolog, ami ha nem tetszik a partnernek, de ez talán minden kapcsolatban így van szervezetek között, úgyhogy tényleg a megfelelő lavírozás az érdekes. Így ez a facilitátor szerep, ez nekünk olyan szempontból nehéz, hogy tökre azt látom, hogy mi például már felvettünk bizonyos értékrendeket, sőt emberek közösségeként is van értékrendünk, és ez átszivárog a szervezetbe is, tehát mondjuk a járókelőn nem lehet hajléktalan embereket feljelenteni. Ez egy olyan dolog, amit mi szervezetként eldöntöttünk, hogy ez nem annak a platformja. De van egy csomó minden, most például a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyek, amik megint olyan dolgok, hogy oké, ez a mi értékrendünk része lesz majd, most már látszik a szervezetben, hogy a tagok nagyon érdekeltek abban, hogy szeretnék, hogy legyenek olyan dolgok, amiket mi ebből a szemszögből promotálunk. Ez nem azt jelenti, hogy beleszólunk abba, hogy az egyes ügyek mik legyenek a járókelőn, de ki tudja, lehet, hogy hosszú távon majd az lesz, ezt nem tudom. Ugye itt szerintem tök fontos, hogy legyenek meg azok a pontok, amiket ti is hangsúlyoztatok, hogy legyen átlátható az, hogy milyen változások történnek, akár ez az önkormányzat meg a lakosság között is. Az a kérdés, hogy mit csináljon a polgármester, vagy nem tudom mi volt, az jutott eszembe, hogy hát nagyon nehéz úgy válaszolni, hogy nem tudom, hogy kinek kell válaszolni, tehát hogy kit rájt, amikor kérdezett, hogy nálatok mit kérnétek a polgármestertől, mert én azt mondanám, hogy hát akkor csináljatok egy ilyen részvételi folyamatot, amit biztos csináltok, és akkor ők meg tudják mondani, mert én nehezen tudom megmondani, hogy nektek
mi lenne a fontos, ha én, mint járókelő mondanám, akkor nyilván azt mondanám, hogy, hogy kommunikáljon transzparensen, meg egyáltalán kommunikáljon, mert néha már az is kérdése szokott lenni, hogy megfelelő legyen a kommunikáció a lakosság felé, illetve amit én látok, hogy nagyon konfliktusos, és az apró ügyeknél is kijön, szerintem egyébként nem lenne egy nagy vasszizda az, hogyha az önkormányzatok felvennék a stratégiájukba, a policyukba, bárminek hívják, hogyha funkcióváltás történik egy területen, akkor azzal kapcsolatban mindig legyen lakossági konzultáció, hogy megfelelő kompromisszumok jöhessenek létre. Tehát a funkcióváltásnál például olyanra is gondolok, hogy zöld terület helyett parkolóhely. Érted, hogy mire gondolok, amikor azt mondjuk, hogy elveszünk valamit, akkor jó, de ezt miért veszünk el? Tehát, hogy én ezt például tökre kérném, és ezt nagyon könnyedén meg lehet amúgy egy hétköznapi embernek is magyarázni, hogy ez mit jelent ez a funkcióváltás, és mit jelent az, hogy kompromisszum. Tehát, hogy én valószínűleg valami ilyesmit kérnék, és hogy mi, hogy mitől hiszek a részvételi folyamatban, vagy mi volt a kérdés? Bizony. Lehet ez egy ilyen személyiség dolog, nem? Hogy szeretem az embereket, és elhiszem, hogy jót tudnak együtt csinálni. És azt szerintem, ha én is ezen dolgozok, hogy együtt csináljanak jót, akkor megvan a bizalmam abban, hogy ez a folyamat sikeres lehet, nagyjából én mit tudnám megírni. Nekem még egy fél mondat eszembe jutott arról, amit te mondtál Tracynek, hogy ugye a települési tervezésben ugye van stratégia, meg rendezési tervek, meg nem tudom, és van egy ilyen műfaj, amit előír a jogszabály, hogy egy partnerségi tervet kell kidolgoznia a településnek, amit aztán használ ezekben a tervezési folyamatokban. És azt esetleg lehetne mondani, hogy azt várjátok el, hogy ezt a partnerségi tervet partnerségben újítsák meg, tehát bevonva titeket, hogy ez talán egy konkrét lehetőség. Bizalomhoz közben átgondoltam, hogy nekem szerintem azért van benne bizalmam, mert egyszerűen csökkenti az illúziót. Tehát, hogy szerintem sokkal közelebb hoz a valósághoz, sokszor akár több konfliktus is lehet, meg a folyamatban is, de sokkal valóságosabb képet kapunk, és szerintem jó megoldásokat, vagy megoldásokat akkor találunk a mai világban, hogyha minél földhöz ragadtabban ragaszkodunk a valósághoz, amiben vagyunk. És a másik pedig a polgári engedetlenség. Mi, amikor megalapultunk, akkor azt tűztük ki célnak, hogy mi csak ilyen pozitív víziókat fogunk megvalósítani, tehát, hogy olyan területeket csinálunk a Dunaparton, amilyet mi szeretnénk. És ez tök jól hangzott, de hogy közben már most az történik, hogy amúgy tök jó területeket mondjuk szét akarnak rombolni, és nekünk egy tök nagy dilemma volt, hogy akkor, de hát hogy ez teljesen szembe megy azzal az attitűddel, amivel mi elkezdtük, mert nem akartunk ez az ilyen ellenálló civil szervezet lenni, vagy mondjuk, hogy ne, ez ne legyen, hanem szerettünk volna lehet, hogy mondjuk, hogy de ilyen legyen, így nézzen ki, tudom én. De hát az élet az ugye mást hozott, és hogy ebben a helyzetben pedig igazából az van, hogy arról van egy minimum elképzelésünk, hogy mondjuk milyennek kell maradni a római partnak, és hogy ahhoz pedig úgymond bármilyen eszközt használni fogunk, hogy ez a kép ne változzon. Tömöri Balázs vagyok, Pilis Borosenőről, és azt szeretném kérdezni, hogy a civil szervezetnek van egy víziója, és hogyha elég nagy a elég támogatottság, akkor előfordulhat olyan helyzet, hogy mondjuk a helyi döntéshozók gyakorlatilag átveszik ezt a ügyet, a kezdeményezést, sőt az élére állnak, és nyomják is. Van olyan helyzet, amikor ennek nagyon örül a civil szervezet, hogy végre megvalósul az álma, csak hát minden kommunikációval kimarad, hogy végül is ez egy alulról jövő civil kezdeményezés volt. Mit gondoltok erre, hogy vannak erre jó példák, mit csináltok, hogyha veletek történik-e ilyen, történt-e ilyen, és egyáltalán hogy lehet az önkormányzatokat erre megtanítani. Kicsit kapcsolódik ez is a választási évhez nyilván, de attól függetlenül is. Nekem
az így egyik hirtelen válaszom rá, hogy nem tudom, hogy meg kell erre tanítani őket, mert hogyha én mondjuk, hogy egy nagyon klasszik civil szervezet szemszögből nézem, és nem figyelek a saját PR-omra, meg hogy nekem milyen reputációm van, akkor az én szemem előtt csak az ügy lebeg. És hogyha megtörténik az, amit szerettem volna, akkor tök jó örülök, hogy én nekem nem kell erőforrást ebből belefektetnem, más viszi a hátán. De tudom, tehát hogy ez nyilván megint olyan, tehát hogy konkrét esetekről lehet szerintem beszélni, mert van, ahol ez nagyon bénán sül el, hogy egyáltalán nem lehet látni, hogy a civil szervezet kezdeményezte az ügyet, és benne van. Valahol meg tényleg tök jó átra lehet dőlni, hogy akkor most már tényleg megértették, csinálják, és halad az útján, és monitorozni kell, hogy jó irányba mennek el dolgok. De szerintem ez nagyon egyedi most. Hát szerintem is nagyon egyedi. Mi is ilyen szempontból nagyon próbálunk arra figyelni, hogy ne csak a kifejezetten rosszat kommunikáljuk az önkormányzatokról, hogy hány megoldatlan ügyük van, meg nem tudom, hasonló, pedig ezt is azért orba szájba lehetne nyomni, hanem szoktunk csinálni a montázsokat arról, hogy előtte meg utána néz, milyen szép lett, mikor végre kimentek és megjavították, és néha van olyan, hogy ezt így viszont látom ilyen önkormányzati újságokban, és nagyon változó, hogy megjelölik-e a járókelőt forrásként, vagy nem, például pont egy hete kommenteltem oda egy meg nem nevezett fővárosi cégnek a Facebook posztja alá, hogy mi is nagyon köszönjük, hogy mindig gyorsan reagálnak a lakossági jelzésekre, és akkor oda tettem a linket a dologhoz, ahonnan a fotót szedte egyébként. És akkor lájkolták, tehát hogy azért látták, hogy miről van szó, nem törölték a kommentemet. Igen, ezek egy ilyen nagyon finom játékok, megint csak ez a lavírozás téma. Én például azt mi esetünkben nagyon nehéznek látom, hogy kisebb településeknél sokkal inkább van ez, hogy domináns mondjuk a polgármesternek a személye, és hogy ő nagyon meghatározó tud lenni magának az önkormányzatnak a működésében is. És ilyen helyeken például velünk is gyakrabban fordul elő a páros lábas stratégia előhúzása, mert biztos, hogy megvan ennek is a magyarázata, hogy mitől más a dinamikája egy budapesti kerületnek, ahol ugye valamennyire szétholnak az illetékességi és a többi hatáskörök, tehát hogy így lehet sikereket elérni, meg lehet sikereket átnyomni máson keresztül, tehát egy másik szervezet sikerén keresztül, egy másik szervezet partnerségén keresztül, és az például szerintem tök nehéz mondjuk egy kisebb településnél, hogy oké, ha van egy civil szervezet, és ezt most úgy mondom, hogy mi dolgozunk együtt más kisebb települések ilyen lakossági szervezeteivel, hogy látom, hogy mennyire nehéz az, hogy igazából meg van kötve a kezük. És nem az van, hogy a jó fej dolgokat átveszi a polgármester, hanem az van, hogy megpróbálja ellehetetleníteni őket. Szerintem, ha már így, nem tudom, belekeveredtem ebbe a gondolatfolyamba, akkor az tök jó lenne, ha arról beszélgetnénk, hogy ezekben hogyan tudjuk egymást segíteni, mert én személy szerint tétlenül nézem, hogy a partnereink például nem tudnak helyben mit csinálni, és tökre szeretnék valamit csinálni, na de mit tudok én Budapestről csinálni, és aztán tök jó lenne, ha ebben így fejlesztenénk magunkat, és erősítenénk egymást, és nem is biztos, hogy mindig páros lábbal kéne, csak hogyha többet ötletelnénk arról, hogy lehet ezeket az együttműködéseket fejleszteni, akkor lehet, hogy rájönnénk, hogy hogy kell kigolyozni egy ilyen polgármestert, most csak így mondtam valamit. Nekem egy nagyon lazán kapcsolódó dolog jutott eszembe részben arról, amit te mondtál, hogy nem csak az nem erősségünk, hogy együttműködjünk, meg tegyünk valamit, vagy elhiggyük, hogy tudunk valamit tenni, hanem az sem erősségünk, hogy megünnepeljük a sikert, mert pedig az egy iszonyatosan fontos dolog, a sikerélmény. És hát nem tudom, most lehet, hogy a ti szituációtokra ez nem adekvát, de hogy megünnepelhetitek a sikert akkor is, hogyha közben kicsit lenyúlt esetleg valaki más. De hogy ez a megünneplés, illetve ennek a kommunikálása, hogy valami befejeződött, és tök jól sikerült, és innen lépjünk tovább, ez biztos, hogy egy fontos dolog. Azt hiszem, hogy ezeket a gondolatokat, meg ezt az ötletet is folytathatjuk egy kávé mellett, még egy rövid hirdetni valónk van, hogyha jól értem. Csak hogy még így, hogy az önkormányzat, meg a civil szervezet együttműködése milyen, hogy például tavaly azt történt a Szabadság híddal, hogy
Hát az önkormányzat az nem annyira tudta eldönteni, hogy ő most szereti ezt, hogy van a szabadsághíd lezárás, Budapesten van nincs. És ezért ugye nagyon fura az egész kommunikáció, és például úgy volt tavaly, hogy támogatják anyagilag ezt az egészet, mert a WC-t ki kell fizetni, meg a 0-24 órás egészségügyi szolgáltatást, és tavaly például volt egy ígéret, hogy támogatják, de aztán végül úgy alakult, hogy meggondolták magukat, és mégsem. Úgyhogy idén szeretnénk elébe menni ennek, és most idén úszunk a szimatonon. Én is úszom, jövő hét vasárnap fogok, úgyhogy aki szeretné adománnyal támogatni a WC-t és az első segélyszolgálatot a 4 hétvégés szabadsághídon, az kérem, hogy a kávé mellett adományozzon nekünk. Köszönöm. Köszönjük szépen!